Megtartotta a november havi rendesülését Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városháza egyes számú tanácskozó termében, amely általános közmeghallgatással egybekötött ülés volt, melynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek közérdekű kérdést, javaslatot tehettek fel 5 perces időkorlátozással. A napirendek megtárgyalása előtt köszöntésekre került sor. Elsőként Jónás Sándor és feleségét köszöntötte Szepesi Tibor polgármester a Karcagvárosi Önkormányzat nevében, akik 2022-ben Magyarország legszebb konyhakertje, örökös országos díjat kaptak, zárt kertes, vegyes kategóriában, mivel már 3 alkalommal is elnyerték az országos díjat a kategóriában. A napirendi pontok megtárgyalása előtt, napirend előtti felszólalások során Molnár Pál képviselő, a Városi Önkormányzat Városgondnoksága igazgatója a téli szezonra történő felkészülésről adott részletes beszámolót. Ennek megfelelően a Városgondnokság szakemberei és gépei idén is felkészültek a hóeltakarítás síkosságmentesítési munkákra. A napirend előtti felszólalások után általános közmeghallgatás vette kezdetét, majd a képviselőtestület rátért a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontként az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 10/2019 önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot tárgyalta a testület, amely 7 igen, 3 nem szavazattal került elfogadásra. Ezután a közterület rendeltetéséről javaslat a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 3/2019-es önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat került megtárgyalásra, majd elfogadásra. A javaslatot, ahogy az előző napirendi pontban foglalt javaslatot is, a megváltozott gazdasági viszonyok indokoltsága indikálta. Hasonlóképp az első napirendi ponthoz szintén 7 igen, 3 nem arányban került elfogadásra. Harmadik napirendi pont a Karcagváros mezei őrszolgálatáról szóló 14/2013-as önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat volt. A napirendi pont a mezőőri járulék emelésére irányult, amelyet a testület 7 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadott. Negyedik napirendi pont a Karcagvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének első háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása volt. A napirend 7 igen, 3 nem szavazattal került elfogadásra. Ezt követően a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete gazdasági programjának végrehajtásáról beszámoló került megtárgyalásra, amelyet 7 igen és 3 nem arányban fogadott el a testület. Hatodik napirendi pont az egyes haszonbérbe adott termőföldek 2023. évi haszonbérleti díjának megállapítására tett javaslat. A napirendi pont 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra került. Hetedik napirendi pontként a Karcagvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek, valamint belterületi ingatlanok bérleti díjának emelésére tett javaslat került megtárgyalásra, melyet 6 igen és 3 nem arányban fogadott el a testület. Nyolcadik napirendi pont a karcagi polgármesteri hivatalnál történő igazgatási szünet elrendelésére tett javaslat. Magyarország kormánya a különleges jogállású szerveknél elrendelte, hogy 2022. december 22-e és 2023. január 6-a között igazgatási szünet kerüljön elrendelésre. Mivel ez a rendelet érinti a Városházán belül működő járási hivatalt is, ezért célszerű a Karcagváros önkormányzat polgármesteri hivatalában is alkalmazkodni a kijelölt intervallumhoz. A napirendi pont egyhangulag került elfogadásra. Kilencedik napirendi pontként a Karcagváros belterületén a fizetős parkolási rend bevezetésére tett javaslat került alapos megtárgyalásra, majd egyértelműen és egyhangulag elutasításra. Ez egyben azt is jelenti, hogy a közösségi médiában az utóbbi időben téves információként terjedő Karcagváros területén bevezetendő parkolási díj álhír volt. A Karcagvárosi Önkormányzat soha nem hozott ilyen határozatot, egyedül határozati javaslatról volt szó, amelynek bevezetésére a megbeszéltek alapján nem fog sor kerülni. Tizedik napirendi pont a karcagi általános iskolák felvételi körzeteire, a karcagi tankerületi központ részére történő javaslat volt, amely egyhangulag került elfogadásra. Ezt követően a Karcagváros önkormányzatának a belügyminisztériumát
által indított járási startmunka mintaprogramprojekt terveinek benyújtása érdekében kötendő megállapításról tett javaslatot tárgyalt a testület, amelyet szintén egyhangulag elfogadott. 12. napirendi pont a karcag 45/47/2, a 45/49/6, a 45/49/7 és a 45/49/45 helyrajzi számú ingatlanoknak a Biris Éptransz Kft. Részére történő értékesítésre tett javaslat. Ezután a jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló napirend került megtárgyalásra, amely 12 jelentést és egy határozatot tartalmazott, amelyet egyhangulag fogadott el a képviselőtestület. Ezt követően a 14.-16. napirendi pontok megtárgyalása zárt ülés keretén belül zajlott. A testület munkaterv szerinti következő ülését várhatóan december 15-én, csütörtökön tartja.